Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Itt a család hátul, ott a Davis játszik a könyvével. Képzeld el, hova megyek? Ja, mondd hello! Nem. Képzeld el, hova megyek? Megyek az orvoshoz, a házi orvoshoz, ugyanis nem hallok. Megérkeztem, látod, itt az orvosom. És hoztam a szemeget, megpróbálok majd egy kicsit kevén filmezni, hogyha tudok, ha nem. De remélem, hogy nem fog fájni, hogy valamit csinálnak. Lehet, hogy csak kimossák, vagy mondjam. Veszem ki a babakocsit. Aztán én bemegyek, meg elmennek az iskolához. Na mindegy, menjünk. Kicsit félek azért. Nem is kicsit, de kicsit jobban, mint kicsit. Na mindegy. Képzeld el, végeztem az orvosnál, azt mondta, hogy nincsen benne ilyen, vagy van benne dugulás, de nem ettől a vaxtól van, hanem képzeld el, amikor miért beteg voltam körülbelül mennyi, két héttel ezelőtt ugye, és azt mondta, hogy lehet, hogy ráment kicsikét a fülemre, hogy most el kell mennem, és kell vennem ilyen gyógyszert, ilyen influenzás, valamilyen fájdalomcsillapja, és így gyógyszert, és azt kell szednem, azt mondta, nem lesz jobban, hanem 3 napon belül, akkor vissza kell jönnöm, és valami erősebb gyógyszert írnak fel majd nekem. Itt Ausztráliában nem nagyon írnak se antibiotikumot, semmit, se egészen addig még annyira rosszul nem vagy, hogy már nem bírsz felkelni, vagy már teljesen nem hallasz semmit. Úgyhogy most 3 napig még valószínűleg nem fogok hallani semmit, bár remélem, hogy jobban lesz most már nem sokára. Jelenleg itt vagyok az iskolánál, látod itt a házaknál valahol, úgyhogy most megvárom a feleségemnek a lüköszt, még ideérnek, aztán megyünk tovább a boltba. Vége az iskolának. Na mi helyzet, Lukasz? Semmi. Iskola milyen volt? Érdekes? Jó. Valami érdekes történt ma? Nem. Semmi szokás nem. Szerint. Amúgy itt vagyunk, látod itt a bevásárlónál, éppen helyet keresünk valahol. Tankolni kell, képzeld el! Nehogy elfelejtsék, ugyanis nincsen benzin. 63 kilométerig még elég a benzinem, látod? Amúgy 27 fokon azt mondja az autó, bár 34-et mondtak mára. Nézd, ott van egy jetski. Látod, Lukasz? Ott a másik autó előtt. Mindjárt kifordul. A hétvégén lenne egy ilyenünk, te lemetnénk a partra, aztán jetski szednék. Ott, látod? Azzal az autóval, azzal a jetskivel. Na mindent. Elfordulunk. Tudsz vezet jetskivel? Ja, vezetni a jetskit. Olyan, mint a motor. Csak nincs rajta kerék. Várjál, engedjük a nénit. Na, amint elment a néni, jön a másik. Gyorsan átvagyunk még előtte. És valahol itt megállunk. Na várjál. Ide befordulunk. Tere sötét van most, alig látok valamit. Napszemeget nem hoztam el, ugyanis a videokamerás szemeget hoztam. Az meg nem annyira sötét. Na minden. Úgyhogy itt most fogom meg. Szembe ide. Nézd. Ide megállunk. Befutunk. Ilyes vagy nyár, vagy még nem? Hát... Picit éhes, nem nagyon. Na mindegy. Egy 10 perc, 15 perc. Még annyi sem. Talán, reméljük. Befutunk. Na! Aztán így megyünk. Na gyere, menjünk. Na, előveszi megint ezt a babakocsit. Kibe. Felhúzzuk az ülést. Ne zárjuk a hátulját az autónak. Most kiveszi a Davis-t. Ide belecsüccsenünk. Oda. Nem. Beleülünk, jó? Úgy beleülünk. Úgy. Várjál, nem zártuk le. Lezártuk. Mehetünk jobbra. Aztán visszafelé meg oda megyünk tankolni, jó? Oda beszembe. Te. Lukasz. Ebből a fülembe beszélj, mert a másikban nem hallok semmit. Miért? Mi az, hogy miért? Mert ráment az a hülyeség a fülembe, amit az előbb mondtam. Na várj, átvegyünk. El kell mennem venni gyógyszert, jó? Azt se felejtsük el. Kell tankolni, meg kell gyógyszert is venni.
kezdtünk, ahogy látjátok, vettem gyógyszert, mutatom, milyen gyógyszert vettem. Ilyen Panadol Cold and Flu, ami ilyen megfázásra való. Erre minden van írva, jó fejfájásra, ha fájnak az izmaid, a kezed. Jó, hogyha folyik az orrod, vagy el van dugulva, meg jó torokfájásra. De olyan nincs ráírva, hogy ha nem hallasz, vagy fülfájásra, arra nem jó. Legalábbis lehet, nem tudom, na mindjárt. Lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó. Szerintem jobb lett volna, ha emlékeztem, mikor elmentem az orvoshoz, mikor rosszul voltam, és az orvos nem adott semmit, se antibiotikumot, semmit. Szerintem jobban jártam volna, hogyha akkor adott volna antibiotikumot, mert lehet, hogy most nem ment volna rá a fülemre. Na ide. Most ha valaki akar hozzám beszélni, akkor ide, mert ide alig hallok. Na. De remélem, hogy jobban lesz. Bár ha nem lesz jobban hétfőig, vissza kell mennem. És azt mondta, ahogy mondta, ad valami erősebb gyógyszer, vagy elküld valahova, és bele kukkerolnak a fülembe, úgyhogy most ebből egyet beveszek, naponta egyet, nem, naponta hármat, egyet kell bevenni, egy tablettát naponta háromszor, na. Úgyhogy, én most nem másrák, hogy ezt beveszem, a Lucas flag nem tudom mit csinál. Mit csinál? Olvasok. Mit olvasol? Hol tartsz abba a könyvbe? Csak 60 page. Még van vissza 8, azt mondta? Ja. 365. Nagyon jó, 365 oldalt olvastál le. Mi? 365, 365. Yeah. És ő az a könyv? Ja. Muti ezt a könyvet, milyen könyv ez? Skoldrain Pleasant. Na, hát én nem is... Múltkor is ezt olvastad, nem? Ja, van 1, 2, 3, 4, 5, és van 5 még, ami nem mutat itt. Igen? Van 5 még, ja. Nagyon jó. Nagyon jó. Akkor gyorsan befejezed, aztán te megebédelsz. Én beveszem a gyógyszeremet, aztán nem megyek az öcsémhez, valószínűleg már fel kell hívni, hogy mit csinál. És nem tudom, én várom, hogy elmenjünk egyet szörfözni, rettentő régen nem voltam. Ugye pénteken el szoktam menni, vagy el szoktunk menni, de most már legyen jó ideje, nem voltunk. Na mindegy, aztán most sül a zelvét. Bevettem a gyógyszeremet, képzeld el, a halásom mindig olyan. Össze is porszívoztam közbe, úgyhogy most nem másnak, mint látod, mit hoztam, ilyen ruhát, ilyen törölgető ruhát. És nem más fog megtörölni, mint a tévét minden egyes nap. Minden nap nem töröljük le. De minden másnap legalább le kell törülni, és nem látsz rajta semmi. Nem tudom, hogy kamerán mennyire lehet látni, de a Davis össze-vissza látott, van tapogatva. Lehet, hogy a kamerán tényleg nem lehet látni, de ott egy picit talán. És annyira... De esténként nem lehet látni a tévébe, hogy mi megy a tévébe. De ezt most gyorsan látod, hogy megtakarítom egy kis vizes ruhával. Letakarítottam a tévét, itt vagyok bent a szobánkba, és jöttem be, valamit hallok, hogy megy, valami szól. Így beszélnek a rádiumban, látod? De Davis, mit csináltál vele? Ugyanis nem tudom lekapcsolni, ugyanis látod, rá van rakva, hogy rádió, és hiába nyom a gombot. Na most mit nyomtál meg? Na minden, ügyes voltál. Én nyomtam a gombot, hogy kikapcsol, és ezt hiába nyomod a gombot, hogy kikapcsol, nem kapcsol ki. Mit nyomtál? Te! Haj! Amúgy nézd, mi történt az elejével. Látod, múltkor aztán mutattam, de most még jobban lejött ez a védő réteg, vagy lehet, hogy nem is védő réteg, vagy én nem tudom, de az oknit meg rakd vissza, légy szíves, jó? Mert reggel nem lesz oknit. Úgy. Ez amikor van ilyen kis pici kis, látod, ilyen kis pici kis gyereket, és húzagatsz mindent, meg pakol mindent mindenhova. Reggelente nem találom meg a sapkámat, amikor megyek dolgozni, az oknimat, a gatyámat, a semmimet. Ugyanis a Davis az ugye reggel átláb olyan 5 órakor kell, én olyan 6 óra után, és mire én felébredek, addigra már mindent elpakom. Úgyhogy, mit csinálsz? Ugrál megint az ágyon? Nyuszi, oda nézd, mintha bomba robbant volna megint. Te! Nyuszi! Amúgy még mindig tudom, kértétek nagyon sokan, hogy mutassam meg, hogy néz ki a lakás. Én azt hiszem, hogy már megmutattam, amikor beköltöztünk, de lehet, hogy új emberek nem látták, úgyhogy majd a héttel lehet, hogy megint körbenek azt. Megmutatom, mert kérdeztétek, mutassam meg azt az első szobát, fel az első szobba. Az első szoba az úgy néz ki, mint a bomba robbant volna. Ott még mindig minden van, és mondtam, hogy nem sokára majd költözünk, még azért van egy pár hónapunk. Úgyhogy azt már nem veszük el, azt mondom, hogy bujocskázunk. Bujocskázunk, nyuszi, bujocskázunk? Te! Mit látsz? A vizet? Amúgy múltkor valaki kérdezte, hogy ebbe a vízbe lehet-e fürdeni, ebbe a vízbe nem lehet fürdeni. Lehet benne fürdeni, hogyha cápaálló vagy. Ugyanis jön a cápa, és megmarja, megkapja a lábadat és elvisz. Ugye vigyázik el a cápákra, ide feljönnek a cápák ide a folyóra. Úgyhogy nem szabad ilyen fürdeni. Lehet benne fürdeni, de nem ajánlatos. Kutyákat. Ja, a kutyákat el szokta vinni, hogyha kutyák ide belemennek. Már mi nem itt az egész folyó mindenfelé. Amúgy múltkor láttam, ott aztán házat. Nem ott. Ott. A valamelyiket ott látod. És a gyerekek most vették azt a házat.
és a gyerekek így lubiszkoltak, de így az elejébe így beleugráltak, meg minden. Veszélyes lehet, de talán nem jön a cápa, és nem ette meg őket a cápa, de annyira bemenni a közepébe nem ajánlatos. Itt a szélén még ott sem nagyon, mert a kutyákat ott is összeszedi a cápa. Már most már nem tudom, mikor voltam utoljára, hogy a cápa elvitt mondjuk egy kutyát, most már jobban vigyáznak az emberek lába, vagy nem tudom. Ugye, az egyik, hogy nem szabad befürdeni. Vagyis szabad befürdeni, csak nem ajánlatos. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint azt hiszem, hogy lassan felhívom az öcsémet, megkérdem, hogy mit csinál, aztán átmegyek hozzá, nem tudom, hogy húzzak-e fölsőt, vagy ne húzzak egy fölsőt, vagy mi van a fülemmel szerintetek? Jó neki a szél, vagy nem jó a szél? Ugyanis úgy gondoltam, hogy elviszem ma a Mazdát, ezt azt mondta az orvos ugye, hogy lehet, hogy ráment a fülemre ez az izé, hogy lehet, hogy a szél ugye nem tesz neki jót, úgyhogy nem viszont, hogy elviszem a Mazdát, pedig azt akartam elvinni, a más nem, hogy elviszem vasárnap, hadd ide talán jobban leszek, azt mondták 3 nap. Nyuszi, mit csinálsz? Fújocskázunk a Dana szekrénybe, te! Amúgy itt van még, látod, tudod mi az? Ki emlékszik erre? Bár most pont nem látjátok, mert széje van szedve, ez nem más volt, mint a régi házban volt. Az a tűzhely, ilyen hősugárzó, csak úgy néz ki, mintha égne benne a tűz, de ugye nem éget benne a tűz. Ott volt a sarokban. És ha elköltözünk, megint kell használni. Itt ugye nem kell használni, mert itt elég jó idő van, télen-nyáron. Legalábbis télen jó idő volt nyáron, még nem tudom, mert nem laktunk itt nyáron, de majd kiderül. Ja! Úgyhogy! Karácsonyfát! Ja, karácsonyfát kezdjétek el! Úgy néz ki, hogy lehet, hogy mi is kell venni egy kisebbet, ugyanis nem tudjuk, hogy hova tegyük. Ugyanis a mi karácsonyfánk, ugye a fenyőfánk, mi van, Nyuszi, mit csinált, visszamész? A mi fenyőfánk eléggé ilyen magas, látod? És befér, de mutatom neked. Nem ide, oda a sarokba, vagy ilyen terebélyes. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy hova tegyük. Én azt mondtam, hogy nem másról kéne tenni, mint ide a Maximal Davisnek ide a szobájába, valahol ide be, vagy a sarokba. De akkor meg nem látod el sem, ugye úgy szép a karácsony, világít a karácsony, hogy égnek, nem égnek, világítanak rajta az égők, mert ha ég rajta az égő, akkor már ég nem jön, mert ugye leég az egész fa, meg lehet, hogy a házal is, úgyhogy, de ugye szép, hogy látod, hogy világít a fenyőfa karácsonykor, és látod, valaki elnyomta a tévét. Dajvész! Nyuszi! Távirányító, megvan? Mi helyzet Nyuszi, neked hány szumis üveged van, mi? 2? Na, de az egyik kifogyott, van még a másik. Jaj! Miért nem a rendes üvegedből iszol, mi? Ami tud most már inni rendes ilyen üvegből is, mármint ilyen szívó, nem szívó szálas, de aminek van a tetején ilyen, ami lehet burítani a szálas, csak valami van a tetején, ugye, hogy ne burítsa az egészet a nyakába vagy a fejére. Ilyen gyerekeknek az ő korának való, de esténként jelentem még mindig ebből szeretni. Amúgy nem cumizott, nem tudom, hogy kinek tűnt fel, vagy kinek nem, de a Davis egyáltalán nem cumizott. Még annak idején egy nagyon picit, talán egy hónapot vagy kettőt, mikor megszületett, de egyáltalán nem cumizott. A Lucas az nagyon sokáig, nem azt, hogy nagyon sokáig, de ilyen 2 éves koráig szerintem cumizott, nem? Na igen, megvan mindenkinek a régi cumija a Lucasnek, el van rakva egy boríték, ha rá van írva dátum, hogy mikor hagyta abba, akkor már tudod beszélni, mikor abba hagyta. Szól a telefonom? Nem szól, mi is vagy? Na, te vigyázzál magadra, Nyuszi. Ugye a hétvégén lehet, hogy nem, de van, hogy hétvégén, ha jobban lesz a fülem és halok rendesen, lehet, hogy lemegyünk a partra, mondtam nektek, ugyanis ma is olyan jó kellemes idő volt, olyan jó nyárias idő volt, amúgy még mindig csak tavasz van nálunk, a nyár december 1-én kezdődik, de majd valamikor lenézzünk, aztán legyünk húszni egyet, mi? Elindultam az öcsémhez, képzeld el, ott hagytam a napszemegemet, úgyhogy most bele fog frissíteni a nap a szemembe valószínű. Jelenleg még mindig itthon vagyok, legalábbis itt nyílik a kapu, ahogy látod. Kicsit néha idegesítő ez a kapu, olyan sokáig tart, még kinyílik, komolyan mondom. De amit kijöttél rajta, utána ugye már simán mész. Aztán, a fülemre visszatérve. Nem tudom, mit lehet csinálni az emberek a fülével, ha nem jön vissza a hallása? Lehet, hogy nem hiszem, hogy kimosták, azt mondták, hogy nem piszkos a fülem, úgyhogy nem hiszem, hogy kimosták, bár ki tudja, valamit lehet, hogy adnak rá, de ha régen hallottam ilyenről, hogy ugye megszokták szúrni a füledet, azt miért szokták megszúrni az emberek a füled? Azért, mert be volt gennyesed, vagy valami, és ki kellett tisztítani, vagy miért szokták szúrni az ember füled? Meg csikozni szokták, nem? Hallottam valami ilyesmit, hogy csikozni szokták. Aztán lehet, hogy valami csak valamit rosszul hallottam. Na ugye, hát remélem, hogy semmi ilyesmit nem fognak velem csinálni. Hogyha fognak is, akkor remélem, hogy nem fog fájni. Mert fájdalom szerintem senki nem szereti. És nagyon nem szeretem. Ugye azt a piros fölösenek, látod, hogy miért fogalmam nincs, mert mindig 28 fok van. De kint eléggé szeles volt az idő, nem akarok jobban megfájni, vagy jobban megfájduljon a fülem. Lehet, hogy sapkát lehet volna hozni. Na ugye, megbeszélek véget. Ugyan, most megyünk, felveszem az öcsémet, aztán megyünk szörfözbe egyet. Körbejárunk, meg iszunk valamit.
kezdtünk, közben felvettem az öcsémet, és itt van mellettem. Nem más mondjuk csinál, mint most oda besétálunk oda a szörfözőt. Nézd, itt ment egy gördeszkás, látod? Valamit hallgat, biztos valami zenét, mert valami volt a fülébe. Amúgy itt álltunk lenne meg a víz mellett. Nem itt akartam megállni, ott a parkolóba. Ugyanis általában azt szoktunk megállni, csak rossz irányba jöttünk be, mert el kellett menni tankolni. Képzeld el, elfelejtettünk tankolni, pedig mondtam, hogy kell tankolni. Minden. Épp, hogy elég volt a benzin a benzinkutik. De most kiszállunk a fősület, nem tudom, hogy levegyem, vagy fennhagyjam, ugyanis ez az autó elég meleg van. Lehet, hogy kiszállunk, aztán megnézzük, és... meleg szél fújdaga. Na, meglátjuk. Na, innen, na gyere, mi van, jössz? Na, oda nézzél, felkapcsolták a villanyokat, látod? Világítanak a pálmafák. Úgyhogy most átmegyünk itt, aztán lemegyünk az egyet a partra, megnézni, hogy milyen meleg a víz, vagy milyen hideg a víz, meg mennyien fürdenek benne. Na, átmegyünk itt a sétáló utcán, nézd, itt lehet venni szörfdeszkát, látod? Átmegyünk, aztán nem is tudom, balra kéne, vagy jobbra kéne, vagy egyenesen. Visszafelé az autó, azért lehet, hogy ilyen biciklivel kéne menni, de belülünk a hátuljára, hallgatjuk a zenét, aztán visszatekerünk. Mármi nem mi, nem az az ember visszateker velünk ott szemben. Gyere, szóval gyorsan, hogy átérünk. Na, leérkeztünk ide a partra, te, fúj a szél, még szerencsé, hogy hoztunk fölsőt, ami van egy pár ember lenni, itt futnak, oda nézd! Szerinted azok miért futnak azok az emberek? Lefutottak a vízig, lehet, hogy meglátták, hogy hideg a víz, vagy megérezték, most ők futnak visszafelé. Vannak lenne egy kette, hárman, négyen, de, vagy többen, de nem fürdenek, senki nem fürdik, mindenki fényképezik. Látod, várj, mutatom neked, ott is fényképeznek, ott is fény, vagy videóznak. Most mi is olyanok vagyunk, mert én is videózok, mint a turisták lennénk, te! Amúgy arra felfelé is vannak, az előbb jöttek ki a szörfözősök, ott vannak, hol vannak? Elmentek. Ott mosták a szörfdeszkát, és ott van egy csap. Úgy onnét jöttünk, látod, onnét szemből, de most itt sétálunk egyet, aztán visszamegyünk. Látod, mindenfelé vannak. Azok valamire készülnek szerintem ott azok a futók ott. Nem tudom mire. Na nézzé, fürdenek a madarak, de biztos nem fáznak. Nézd, mit találtam, egy zseléhalat. Nem is egyet, van ott is. Miért lépsz rá? Olyan zselés, nem szabad őket megfogni. Ott a madárka, látod? Az nem fázik. Úgyhogy, ki megy be, én vagy te? Megnézzük ezt a vizet, biztos, hogy hideg lesz. Na, megvárjuk, még jön a víz, mindjárt ideér. Figyelj. Annyira nem hideg, hogyha nem mész bele teljesen, akkor nem annyira hideg. Nézd, ott a néni is próbálkozik belemenni. Az ott valaki bennáll egy darabba. A víz az nem olyan hideg, olyan kellemes, elég jó idő volt ma. De várjál, jön én felém, el fog érni, oda néz. Mindjárt belegy a cipőmbe. Elindulok visszafelé. Azt nem tudom, hogy fordítsam a kamerát, próbálom a mikrofont így fordítani, hogy ne fújjon bele a szél, de remélem, hogy lehet mindent hallani rendesen. Itt mentünk, ott mögöttünk, látod, ott azok az emberek, de mindenkinél kamera van és fényképezni magát. Úgy van most, én, lehet őrni is fogom, csak kínai, vagy japán, vagy attól függ, hogy milyen nyelven beszélek, a legnagyobb ember, mint ásiai. Mit? Látod, ott, valakit oda beleástak. Na mindegy, most fél vissza elmegyünk, aztán veszünk valamit inni, aztán adjunk tovább hazafele. Az autóhoz megittük az italunkat, úgyhogy most elindulunk hazafelé. Ezt a mai videót itt most befejezem, és mire hazérek, valószínűleg a Davis aludni fog, nem akarom majd hangoskodni. Remélem, hogy holnapra hallani fog legalább egy kicsit jobban, mint ma. Nem ugye, hazamegyek, beveszem még egyszer azt a gyógyszert, azt talán reggel jobban leszek. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, belevilágítottam a szemembe a lámpa, látod. Sziasztok!